Január 19-én ismét zsúfolásig megtelt a Művelődési Központ színházterme, hiszen folytatódott a színházi évad, településünk nagy sikerű rendezvény sorozata. Az elmúlt időszakban is szép pillanatokat élhettek át a színház szerető dereskelyek, hiszen sok jeles társulat hozott kiváló darabokat a városunkba. A rendezvényre látogatók ezúttal a Félrelépni tilos című komédiát tekintették meg, melyben több neves színész, Magyar Attila, Harsányi Gábor és Nyerte Zsuzsai szerepet vállalt. 2016. októberében kezdődött az idei, illetve ez az évad. 2016-ban, amikor elkezdtük, nagyon jól kezdődött. Egy teltházas darabbal kezdtük, az Elvis Oltár Miami című előadás pócékes volt. Ez egy nagyon pozitív és nagyon jó lendületet adott az évadnak. Aztán a Pintérék előadása, a Mátyás az igazságos is több mint 80%-os nézettséggel futott. A mai előadás ugye a harmadik, ami szintén pótszékes, tehát azt hiszem, hogy ilyen jó kezdésünk nagyon régen volt. Az évadból még két előadásunk van hátra, a februári és a márciusi előadás. Februárban is egy nagyon kellemes két részből álló komédiával várjuk a derecskei és a térségbeli közönséget, illetve zárásképpen a március végi Ördög nem alszik című előadásunkra is már nagyon sok jelentkező van, nagyon sok jegyet szoktunk eladni elővételben, illetve amit tudni kell, hogy a 360 fős férőhelyből ugye több mint a fele bérletes, ami nekünk egy nagyon komoly visszajelzés arra, hogy Derecskén igenis szükség van a színházi estekre, a színházi előadásokra. A 2016-17-es évadban azon kívül, hogy bérletes előadásaink vannak, próbáljuk lefedni az összes korosztályt, ami azt jelenti, hogy vannak olyan előadásaink is, ami kifejezetten diákok számára készültek, és hál' Istennek ezek is nagyon szép számmal látogatottak. Nem nagyon szoktam inni, tudod, én nem iszom, de hát jól lazuljunk meg, kicsit olyan görcsös vagyok. Biztos, hogy nincs itt senki? Biztos, hogy nincs. Hogy egy inflát... Vidékem, jó. Jó, van egészen. Nagyon erős, én nem szoktam inni. Hogy? Igen. Életem most... Jöhet még egy? Ne! Figyelj most, hogy... Ketten vagyunk, biztos, hogy nem jön a férjed. És akkor nem baj, hogy ide jöttünk. Nem baj. Jó, akkor kezdjük. Kezdjük! Jaj, várj, mert valamit előtte be kell neked vallanom, tudod. Igen? Az a helyzet, hogy én már nagyon régen voltam, így intimusan együtt, ugye bár egy hölgyel, és hát ugye néhány dolgot azért el kell mondanom előtt, mert tudod, nem tudom, hogy ez most hogy lesz. Hát ugye a szerszám. Ne várj, a legkisebb is számít, semmi probléma. Ezt éppen erről akartam neked beszélni, hogy az a helyzet, hogy az enyém, hát szóval csecsemő miért. Hogy érted? 52 centi és 3 kiló 20 deka. Egy ilyen pikáns darabot hoztunk most, egyébként voltunk már itt és jövünk is, tehát hogy ez nekünk nagy öröm mindig, már csak azért is öröm Derecskére jönni, mert én debreceni vagyok eredetileg. Tehát ugye én tulajdonképpen ide haza járok, és a mai darab az arról szól, ugye bár, hogy... Ugye a férjes feleség ugye megpróbál egy kicsit kilengeni, és ugye mind a kettőnek van egy-egy barátja, barátnője, és azt ugye természetesen, ahogy az a komédiákban lenni szokott, ugyanarra
lakásra hozzák fel, jelen esetben a sajátjukra. Természetesen van egy házvezetőnő, aki megbonyolítja ezt az egészet, és ugye természetesen, hogy a vígjátékokban lenni szokott, minden összekavarodik, ahogy az kell. Ellenben ezen most nem sírunk, hanem ugyebár kacagunk, hogy ezek milyen, hát szóval milyen furcsán intézik az ügyeiket. Mai szereposztás ugye a Sáfár Anikó maga, ez a házvezetőnő, ugye a Harsányi Gábor és a Helyes Georgina, ugye a férj feleség, a Pikali Gerda az egyik szerető, és hát jó magam vagyok a másik, hát van, akinek ilyen kell. Amikor újra jövünk, akkor egy olyan, megint csak egy vígjátékkal jövünk, ami egy folyamatos kabaré, egy folyamatos olyan jelenetekből álló halmaz, ami tulajdonképpen egybefüggő, de mégse, de különjelentek vannak, és jön majd a Hajdú Steve barátom, a Heller Tamás jön velünk, a Nyelte Zsuzsi, tehát hogy egy másik csapat, félig meddig, hát én meg a Harsány Gábor újra itt leszünk, de remélem, hogy ennek örülni fognak. Mi ugye a Fregoli Színházat azért hoztuk létre, mert úgy éreztük, hogy van egy igény azon vidéki városokban, ahogy egyébként állandó társulat vagy színház nem működik, és mi egy ilyen utazó társulat vagyunk, és hát a legnagyobb szeretettel és örömmel járjuk az országot. Többek között szívesen jövünk Derecskére, már csak azért is, mert mondom, én debreceni vagyok, és tudom, hogy milyen jó a közönség erre felé. Na, ez nagyon jó lesz, mert azt is el kell mondanom neked, hogy én nem tudom, hát a személyiségemről is, hogy valami fogadott gyerek vagyok. Apám fogadott anyámmal, hogy ugye nem jön, ezt azért hoztam, hogy ha véletlenül elakadnánk, akkor egy kis tanulmány arról, hogy mit lehetett csinálni. Nézd csak, azt mondja, 500 japán könnyű figura kezdőknek a teljes gyönyör eléréséhez, ugyebár. Na most vannak benne ábrák, és úgy gondoltam, hogy be is jelöltem a 72-es, hogy esetleg megcsinálhatnám, mert nézd, nem tűnik bonyolultnak, ugye? Ugye ez itt van. Jó, akkor legyen a... Akkor majd a 43-as, az talán jó lesz. Jó, de várjál, nekem is van egy meglepetés. Nem mondod! Mindent kitaláltam. Jaj, jó, csak... Szóval tényleg el kell mondjam neked, hogy iszok még egy kicsit. Vigyázz, drágám, aztán vedd föl ezt! Tessék! Milyen? A férjem pizsamája. A férjed pizsamáját vegyem föl? Hát persze, nem gondoltad, hogy majd nálam egyszer a gatyába fogsz szangálni? Hát azt gondoltam, gatyám, miért ő fogok szangálni? Nem vagy a pizsamában, ne haragudj már! Ez a férjed pizsamája. Hát mi van, hogyha azt hiszed, hogy a férjeddel vagy? Hát... De te pontosan, mert akkor én, ha a férjemmel vagyok, akkor róla szoktam fantáziálni. Igen? És azt mondtam, hogy a férjemmel vagyok. És te azt fantáziálod, hogy én a férjed pizsamájában vagyok? Hát nem pontosan az, de... Hát ez de az! De nekem várjál, drágám! Jó. A titus... Cicus! Jöntek is kapulva! Jó lesz, ha megyek! 2017-ben is tervezzük a nyári színházi estéket megszervezni. Még szervezés alatt vannak az előadások, de azt szeretnénk, hogy a nyári hónapok alatt sem maradjanak színházi élmény nélkül a helyiek, illetve a térségből. Azért emelem ki mindig, mert nagyon sokan járnak a környező településekről hozzánk. Megpróbálunk minden korosztályt megszólítani. Hogyha most végignézzünk a sorokon, akkor látjuk, hogy igazából a tizenévesektől kezdve az Agastyán kurúak is látogatják az előadásainkat. Viszont vannak kifejezetten iskolai előadásaink, ahová célzottan elsősorban a gimnáziumban tanulókat iskolaidőben szólítjuk meg őket. Tehát 11, illetve 14 órai kezdettel szoktak ezek az előadások lenni, és ugye a kicsiket ne felejtsük el, tehát havi szinten vannak báb és gyermekelőadásaink is. A Nagyváradi Báb Színház érkezik hozzánk február 15-én a már megszokott havi gyermekelőadásokkal. Az égigérő fa azt hiszem egy mindenki által ismert és kedvelt gyermekelőadás, amit 11 és 14 óra kezdettel kisiskolásoknak és óvodásoknak ajánlunk. Érkezett viszont egy olyan megkeresés, hogy ha már itt vannak a nagyváradiak, akkor bemutathatnának-e egy felnőtteknek szóló előadást,
ami jelen pillanatban a helység kalapácsa. Petőfi Eposzát egy olyan szemszögből mutatja be, ami teljesen más, mint az olvasott anyag. Kifejezetten idősebb diákoknak, illetve felnőtteknek ajánljuk ezt az előadást. Ez bérleten kívül tekinthető meg, és ahogy említettem, tehát 14-15 év felett minden korosztály számára ajánlott.